De mi a plusz a gyontatószékben? Van 6-7 lehetőségünk, amikor úgy érkezek el majd húsvétra, amikor megújultam lélekben. Nem csak a bárányt vásároltam meg, nem csak a húsvéti eredeknek a hozzávalót, hanem lélekben is felkészültem. És ez történik egy jó pszichológiai kabinetben. Kimondja magát, megosztja, lerakja. De mi a plusz a gyontatószékben? Az, hogy feloldozást kap. És ez mindennél több, testvéreim. Amikor az Isten nevében a pap kimondja, és én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez történik a gyontatószékben is. Isten, ami bűneinknek a levelét összetépi, magához ölel, és azt mondja, szeretlek téged úgy, ahogy vagy.